azt beszéljük, hogy szükséges mondjuk egy 10%-os áremelés, akkor én azt gondolom, hogy jó kenyeret ma 330 forint alatt nem lehet kapni. Ezt mondja Beréti Zsolt, egy sütőipari vállalkozás vezetője. Úgy véli, muszáj emelniük az árakon a pékségek vezetőinek, mert nem csak a villany és a gázára emelkedett jelentősen, hanem az alapanyagárak, az üzemanyag költségek is. Továbbá a minimálbér is jelentősen nőtt tavalyhoz képest. Azt mondták a nagyobb malmok, hogy 5-10% közötti, vagy 6-10% közötti áremelés várható. Tehát az mindenképpen emeli a piekáru költségét, de oda kell tennünk azokat a költségeket is, amik évről évre emelkednek, lehet ott említeni a minimálbért, vagy egyáltalán a béremelkedést, az energiaárat, amire mondjuk, hogyha 2019-re akartunk energiaárat lekötni, akkor a világpiacon mondjuk 15-16 forintért lehetett venni áramot, 2020-ra az idejére viszont már csak ilyen 22-23 forintért, ami rettenetesen nagy különbség, és nyilvánvalóan ez egy energiaigényes ágazat, vagy nagyon érzékeny az energiaára. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke is azt mondja, kénytelenek emelni áraikon az előzőekben említett költségek növekedése miatt. Ha ezt nem teszik meg, be kell zárniuk. Minden vállalkozás saját maga határozza meg az, hogy milyen áremelést fog végrehajtani. Ez attól függ, hogy milyen mértékű költségnövekedése volt. Azt látjuk, hogyha ilyen 10-15%-os áremelkedés történik, akkor gyakorlatilag semmi más nem történik, mint hogy a sütőipari vállalkozások a megnövekedett költségeiket hárítják át a vásárlókra. A szervezet mindent megtesz, hogy az ágazat profitot termeljen, illetve a veszteségeit minimalizálja. Ugyanis évek óta csökken a sütőipari vállalkozások száma, éves szinten 40-50 pékség zár be Magyarországon.